A sajtótájékoztatón Hájó Zoltán Dunaszerdahely polgármestere elmondta, hogy a város lovasának célja idén minimum a budapesti nemzeti vágtak középdöntőjébe jutás. Hangsúlyozta, hogy a felvidéki vágta, amelyet a budapesti rendezvény egyik elővágtájaként rendeznek meg, a magyar lakta települések ünnepe. Várunk továbbra is lovasokat is, és településeket is, akik eddig nem voltak, ők is jelentkezzenek, illetve hát bízom abban, hogy felvidéki vágta hírem egész felvidékre eljutott a magyarok közé, hogy nagyobb létszámban fognak majd települések és lovasaik is versenyezni. A Nemzeti Vágtán a Dunaszerdahelyi rendezvény első három helyezettje, és a rendező jogán Dunaszerdahely indulhat. Tallós tavaly a felvidéki vágtán elért harmadik helynek köszönhetően lehetett ott Budapesten. Ez egy fantasztikus élmény volt. Ahogy felvonul a tallósi zászló a hősök terén, a lovasokkal, az a sok program, ami ott lejátszódott, nem láttam még én személyesen se ilyet soha. A lóverseny és az egyéb lovas programok mellett kulturális műsor is lesz, többek között két nagyszabású produkcióval. Pénteken operettel kezdünk, este 7 órakor kezdődik a Marica grófnő, szintén ahogy tavaly megszerette a közönség ezt a szimfonikus zenekaros karmesteres élő produkciót. Szombaton este pedig egy igazi világsztárt köszönthetünk Dunaszerdahelyen, a Modern Talking Thomas Andersen lép színpadra este 8:30-tól. A lovas attrakciók között lesz IASZ bemutató, és a közönség láthat egy honfoglaláskori csata jelenetet is. A gyerekeket többek között az Alma Együttes koncertje, játszópark és állatsimogatás várja.